Így néz ki egy műtő belülről. Ez a műtő mégis picit más, mint a többi, ez ugyanis egy panelműtő. Az Országos Kórházi Főigazgatóság tavaly indított programjának köszönhetően két rés- és rozsdamentes alapanyagú faburkolattal ellátott zárt panel szerkezetű műtőt alakítottak ki a Nyíregyházi Központi Műtőben. Az országban 6 helyen, Budapesten 2 helyen és 4 vidéki kórházban kerültek és kerülnek kialakításra speciális panelműtők. Nagy örömünkre szolgál, hogy 2 ilyen műtő Nyíregyházán került kialakításra, és most lényegében ezeknek a műtőknek az átadásán veszünk részt. Ugye ez előzetes felmérés követően a szakmával egyeztetve a központi műtőben jelöltünk ki 2 műtőt, ami a 2 legforgalmasabb, legnagyobb esetszámot lebonyolító műtőink közé tartozik, és itt zajlottak az események, amelynek keretében teljes átalakítás zajlott. Ezt úgy kell elképzelni, tényleg falig lebontásra kerültek a műtők, és immár ezzel az új modern panel technikával nagyon szép környezetben épültek újjá, teljes felszereltséggel ezek a műtők. A Józsa András Tagkórházban 12 műtő áll az orvosok és a betegek rendelkezésére. A 2 új panelműtő minden szempontból megfelel a kor elvárásainak. Tudni kell erről a 2 kiválasztott műtőről, amit most felújítottak, hogy az egyik műtő a régió, illetve országos szinten is részt vesz a daganatos betegek ellátásában, a másik felújított műtő pedig az akut ellátásban vesz részt. Amikor éppen akut eset ellátás nem történik, olyankor az itt dolgozó műtétes szakmák használhatják rövidebb elektív műtétekre. Tehát ha ezt átgondoljuk, akkor jól látható, hogy az itt ülő betegeknek egy igen jelentős részét érinti majd, és tudjuk majd ellátni ezekben a műtőkben. És ez nagyon fontos számunkra. Az átadást követően elvégzik a kötelező sterilizálást és a protokoll által előírt szükséges előkészületeket, aztán üzembe is helyezik a 2 új műtőt. Nyíregyháza mellett Budapesten a Honvéd Kórházban és Békéscsabán alakítottak ki még 2 panelműtőt.